tovább fogyatkoznak-e a Real tavaszi feladatai? Jó estét kívánok! Talán a legnagyobb tétje az újabb El Clásico párosnak ez, hogy a sok fronthoz szokott madridiaknak csak hétközi problémákkal kell majd megküzdeniük, mire az időjárás melegedni kezd. Persze az a kérdés is feltehető, hogy mi szól egyáltalán a Real mellett, hiszen Casillas, Pepe, Ramos, Coentrao, Di Maria és Marcelo is hiányzik. Belső feszültségektől sújtva kellene a makkegészséges és egységes ősi riválist legyűrnie a Madridnak. Ami a Barcelona dolgát megnehezítheti, az maga az El Clásico, mert ez a futballnak egy annyira különleges válfaja, hogy matematikai képletekkel nem leírható. Jordi Roura, a katalánok póttrénere sajtótájékoztatóján végig azt hangsúlyozta, hogy a Real a viszonylag gyengébb eredmények és a sérülések ellenére rendkívül veszélyes. A győzelem lenne a jó eredmény, de minden a Camp Nou-ban dől el, mondta a tréner. És alig, ha nem így is van ez, bár láttunk az utóbbi időszakban olyan meccset is a Barcelonától a Bernabeu-ban, amely most biztossá tenni a fináléba jutást. Az utolsó 8 hazai találkozójából az El Clásicókon csak egyet nyert meg a Real, igaz, a legutóbbi volt ez. Ugye a Superkupában találkozott a két csapat még augusztusban. A Reálnál persze kiderült, hogy az, amit mi férfiak mindig is éreztünk, hogy titokban a futball is a nőkről szól, az igaz. Sara Carbonero, Casillas barátnője egy nappal a klasszikus előtt a La Jugada című mexikói tévéműsorban beszélt arról, hogy rossz a hangulat az öltözőben, és hogy Ramos és Casillas valóban azért járt Perez elnöknél, hogy Mourinho-t eltávolítsa. Hát ugye az ultimátum szót is említhetnénk ezzel kapcsolatban. Az ügyet a Reálnak előtte egyébként nagyon hosszas, bonyolult kommunikációval és végül egy elnöki nyilatkozattal sikerült a sajtóban elrendeznie, de hát hogyha egy hölgy megszólal, akkor rögtön minden más megvilágításba kerül. A Real futballistái itt készülődnek, és láttuk már Busquetset is a közeli képen. Diego López az, aki itt nyújt. Ő 2006. december 6-án védett utoljára a Real együttesében, ugye Casillas sérülése után 4 millió euróért hozták el a Sevillától, hozták vissza a Sevillától. Adriano és Marcelo, hát olyan nagyon nem látszik az ellentét ilyenkor egy Real és egy Barcelona játékos között, tehát mind a ketten brazilok, és együtt szerepelnek sokszor a brazil válogatottban is. A Bernabeu-ban ebben az évben, 2013-ban először lesz teltház, és egy-két helyen talán még van szabad kapacitás, de hát nyilvánvalóan ez nem tart majd sokáig, sokan még most foglalják el a helyüket. Egyébként Diego López 2006. december 6-án, amikor a Mikulás nem meghozta, hanem elvitte a Reáltól, akkor a Dinamo Kijev elleni BL mérkőzésen védett, és hát azóta a Villarreal-lal is komoly pályát futott be. Itt pedig jön Lionel Messi, aki ugye újabb rekordra tör, ezt már hallhatták. 23 meccsen 17 gólnál tart az El Clásicókon, lenyűgöző adat. Hát egyelőre Cristiano Ronaldo-t közelről nem mutatták meg, de hát ami késik, az nem múlik. Ő még itt Benzema. Cristiano Ronaldo pedig az utolsó 6 klasszikuson 7 gólig jutott íme. És ő most nem a nyelvét öltötte ki, hanem csak az alsó ajkát egy kicsit felbigyeztette, ha nem is le. Rengeteg múlhat rajta. És hát Cristiano Ronaldo esetében ugye az is egy érdekes tény ezen a mérkőzésen, hogy 2 sárgája már van a Copa del Rey-ben, a harmadik után pedig következhetne egy eltiltás, és sokak véleménye szerint az azért el is dönthetné a továbbjutás kérdését, hogyha nem léphetne pályára a Camp Nou-ban. Itt pedig Mourinho, aki célpont is, ugye most már nem csak a Barcelonánál, hanem házon belül a Reálnál is, de egyelőre bírja a dárcozást, még ha gyakran valóban bikaszemet is találnak rajta. Itt a Real kezdője, hát ez a védelem azért nem a valaha volt legjobb. Essien, Varane, Carvalho, Arbeloa, a középpályán Khedira és Xabi Alonso, Callejon, Özil, Cristiano Ronaldo és Benzema még a csapatban. Ugye Kakát is behívta ezúttal a keretbe Mourinho, ami az utóbbi időben nem volt igazán jellemző, tehát annyira kevesen vannak, hogy rászorultak. Klos Gomez vezeti majd a mérkőzést, aki augusztus 23-án a Camp Nou-ban a Barcelona Real Superkupa döntő első meccset is dirigálta, akkor a katalánok 3-2-re nyertek.
és hát nem lesz könnyű feladata, ezt nyilvánvalóan tudjuk. A Barcelonánál egyetlen kérdés volt, Dani Alves vagy Adriano lesz-e a jobb hátvéd. Adriano pont a Superkupa visszavágóján a melegítésnél megsérülő Dani Alves helyét foglalta el, és a 28. percben kiállították itt a Bernabeu-ban, és talán ez is amellett szólt, hogy inkább a valódi jobb hátvéd szerepeljen, aki egyébként a hétvégén az Osasuna ellen szezonbeli legjobb teljesítményével rukkolt ki. És hát amúgy abszolút az alapcsapat, láthattuk, a legjobb 11 a Barszánál. Benzema nem lehetett kérdéses ezúttal, hogy Higuain helyett ő lesz majd az előre tolt játékos a csapatban, ha egyáltalán lesz, vagy ha csak egyedül lesz, mert ugye Mourinho-tól azért egy-két meglepetést már láttunk az El Clásicókon. A Real kezdi a mérkőzést. Essien teszi hátra. Varane. Diego López. Több mint 6 év után először ért labdához a Real mezében. Ez már Piqué-é. Pinto természetesen. Minden kupa mérkőzésen most már hosszú évek óta ő az, aki lehetőséget kap. Kétszer már vele nyert kupát a Barcelona. Xavi. Cristiano Ronaldo csap le a labdára és viszi tovább. Piqué elterült. Cristiano Ronaldo pedig talán gátnak nézte, mert mintha át is ugrotta volna, de kétségtelen, hogy akadályozta a védő. Az első sárgalap nagyon korán. Itt látjuk, hogy Cristiano Ronaldo át is ugorhatott volna, de csak Tigris Bukfencel, úgy meg nehéz tovább vezetni a labdát. Piqué nagyon elvétette a ritmust. És egy nagy lehetőség a Real előtt, igencsak hamar a mérkőzésen. A kontaktus megvolt, más kérdés, hogy előbb jött az esés, mint a szabálytalanság. Hat meccsen 10 gólja van 2013-ban Cristiano Ronaldónak. És ért a szabadrugásokhoz. Ronaldo csapódik, Pinto! Na hát nem kellett sokat várni az első kapura lövésre. Szabadrugás lesz kifelé. Már ebben az évben volt egy hasonló próbálkozás a szabadrugásból Cristiano Ronaldónak, abból gól lett. Pinto ellépett a rövid sarokra, a labda pedig egy kicsit megtréfálta, de még visszatornázta magát. Itt pedig Benzema és Dani Alves találkozását láttuk. Khedira. Piqué rossz helyre. Cristiano Ronaldo. Dani Alves lefutja. Ronaldo. Piquéről megy ki. Szöglet. És kell mondani, hogy egy első percben összeszedett sárga egy középső védő számára nem jelent túlzottan sok jót. Itt látjuk még egyszer a tornamutatványt Pintótól. Harmadik perc. Carvalhónak nem jó, és Ronaldónak sem. Callejón volt szabálytalan. Ott fogta Pedro nyakát. Meg akarta akadályozni a gyors Barcelona támadást. Sikerült is. Piqué. Puyol. Akár Mascherano is játszhatna középen Piqué mellett. De ezúttal Puyol kap lehetőséget. Essien. Labda ezek szerint nem Özilről ment ki. Jordi Alba ezt reklamálta. Xabi Alonso. Callejón. Meg is fordulhatott volna, de nem tudta. Khedira, laposa a rossz helyre. Xavi helyezkedett kiválóan. Iniesta. Messi lépett vissza. Dani Alves.
Arbeloa hajtotta bele a gyepbe. Ugye Arbeloa sem igazi erőssége a védelemnek ott a bal oldalon. Inkább a jobboldali partvonalhoz szokott. Dani Alves még mindig a földön. Arbeloa ráléphetett talán, hogy innen látjuk. Ott az apró lökés. És talán ott a taposás bizony. Ahilles tájékon végighúzta a stoplikat Arbeloa. Ellenőrizve ezzel, hogy a sportszál rendesen rajta van-e Dani Alvesen. Mourinho már is feljegyzett valamit. Jordi Raurát tudjuk, hogy egy katalán futballistához, vagy egy futballal foglalkozó katalánhoz úgy hozzátartozik egy Real elleni élmény, mint a cipő felső részhez, a cipő talp. Ő 1984-ben a Barcelona B-ben egy Real Castilla elleni mérkőzésen mutatkozott be a felnőttek között. 4-0-ra nyert a Barca. Fabregas. Puyol. Iniesta, Jordi Alba. És Puyol. A FIFA-nál az év csapatában ugye 10 játékos szerepelt két együttesből. A Barcelonánál mind az 5 itt is van a pályán. Egy hiba. Messi. Pedro pedig lesen. Pedrónak ez a 200. mérkőzése a Barcelona színeiben. És most már nem először láttuk, egyszer sértett volt, egyszer pedig ő sértette meg a les szabályt. Nem valószínű, hogy Mourinho most kezdene el dolgozni az életrajzi regényén. Úgyhogy valószínűleg taktikai megállapításai vannak ennyi idő alatt. Cristiano Ronaldo, Busquets, Khedira és Puyol. Fabregas. Messi, Pedro és Messi, Xabi Alonso remek szerelése, Pedro még megtolta, Varane. Ronaldo, Xabi Alonso, Varane. Diego López. Azok után, hogy Adánt preferálta Casillas-szal szemben Mourinho, mégiscsak furcsa, hogy most Diego López egyből ott találta magát a kezdőben. De hát ez van. Xavi. Dani Alves. Xavi Alonso. Mehet tovább Arbeloa Cristiano Ronaldónak. Xavi Alonso. Essien. Az nagyon mély, Pinto. Callejont kereste volna ezzel az átadással Essien. Essient abszolút kiegészítő embernek hozták a Real Madridhoz, de hát jellemző, hogy már 18. meccsét játsza a szezonban, és 15-ször kezdő volt. Ennyi a sérült, és ennyi a probléma. Puyol! Egyelőre sehol a tiki-taka. Busquets, Xavi, Varane, Xabi Alonso és Khedira. Callejon, Essien viszonylag szabadon, Jordi Alba nézett körbe, hogy mehet-e, mehetett, Pinto! Uha! Essien beadása tréfás volt, felpattant Jordi Alba lábán. Pinto ma akrobataként szerepel ebben a cirkuszban. Kilencedik perc. Megint jön a szöglet.
Puyol kifejeli. Pedro menne, Benzema. Magasra emelte a lábát. Közvetett szabadrugás jön. Arbeloa oldotta meg. Xabi Alonso. Varane. Essien. Cselez Essien. Aztán eladja. Iniesta. Jordi Alba. Busquets. Dani Alves. Xavi, Fabregas. Messi. Khedira volt mögött és üldözte kifelé. Megint ott van Khedira. Xavi. Pedro, Fabregasnak nem volt les. Arbeloa visszalépett. És most tartja a labdát a Barcelona, ahogy szokta. És keresi a támadási felületet. Messi. Carvalho hátrált, Arbeloa lépett közelebb. Fabregas. Fabregas teszi vissza Messi. Az már persze bőven les volt. De most már a Barcelona is villant. Messi nem gondolta volna, hogy még játékba kell avatkoznia. Busquets fejelt. Arbeloa. Dani Alves. Ugye Arbeloa már a Liverpoolnál is játszott olykor-olykor bal hátvédet. Benitez általában befele húzó, azaz bal lábas játékosokkal szembe tette, odamondván, hogy a jobb lába felé kiváló védő. Tehát most gyakran a vonal mellett kéne a bal lábával észszerűen megoldani a helyzetet. És hát kétségtelen, hogy a Real támadásai is megsínylik, hogy sem Marcelo, sem Coentrao nem bevethető a poszton. Arbeloa nem tud olyan szintű produkciót nyújtani. Ronaldo szépen tovább. Özil. Ronaldónak vissza Piqué, ez nagy mentés volt most. Pedro, Khedira, Özil, Messihez jutott el, és Messi rágyorsít. Most már négy fehérmezes. Iniesta. Jordi Albának, ez helyzet! Nem arra van a kapu. Lendületből jött Jordi Alba, ahogy egyébként szokott. És egy pillanat alatt ott találta magát a védők mögött, az még mind semmi, de a labda is ott volt. Szédületes átadás Iniesta-tól. Be is tehette volna Xavinak, ezt reklamálta a hatos. Szép támadás, és ezúttal bizony nem az a sokszor megcsodált passzjáték hozta meg, hanem egy kontra, szinte már reálos kontra. Jordi Alba és Puyol, hoppá, beragadt kettőjük közé a labda, Fabregas, Iniesta, Fabregas, Iniesta, amikor a Barcelona megszerzi a labdát, akkor igyekszik egyből visszatámadni a Real, megakadályozva a gyors labda kihozatalt, és a könnyű építkezést, utána viszont visszazár, és megpróbálja szűkíteni a területet. Tehát nem volt még olyan terület, amely igazán szűk lett volna Messiéknek. Dani Alves, Carvalho. Khedira. Piqué, Dani Alves. Nagyon szép játék. Iniesta. Xavi. Indítani nem tudott, pedig elindult Messi. Pedro hátra.
Piqué, Iniesta. Most már a labda megvan a Barcelonának, és egyre többször, és egyre tovább. Messi. Puyol. Most Iniesta. Így néz ki felülről. Mondjuk úgy, hogy 4-5-1-et védekezik a Real, Benzema egyedül elől, és a négy védő előtt egy vonalban szinte a középpályások. Dani Alves. Kedira. Ronaldo gyorsít fel, és tartja bent a labdát, eddig Busquets. Mourinho letette a tollat, most nincs ihlete. Jordi Roura pedig levette az olvasó szemüveget, amely az imént rajta volt. Lehet, hogy rossz volt a könyv. Dani Alves, Busquets, Özil lép oda. Piqué. Pinto. Xabi Alonso, pontosan Fabregasnak. Barca négyese nagyon érezte, hogy mikor kell elindul és merre. Ez is lap lesz. Ricardo Carvalho. 2013-ban rendszeresen szerepel a védelemben Ricardo Carvalho, pont a sérülések miatt ütemet tévesztett. Fabregas vihette volna tovább, ha nem érkezik lendületből a védő. És hát különösebben azért a Realnál nem panaszkodhatnak a 34 éves belső védő teljesítményére, hogy többnyire jól megoldja a feladatát, de hát ez most egy másik szint. Essien. Özil. Busquets mellett tartja meg. Essien, az már kint volt. Essien ugye gólt szerzett a 2009-es BL elődöntőn, amely talán a futball történelmének egyik legvitatottabb mérkőzése, amikor a Stamford Bridge-en 1-1-et ért el a Barca, és azzal tovább jutott. Piqué. Pedro volt a földön, Piqué egyedül próbálja, Arbeloa elvette tőle. Kicsit felelőtlen megoldás volt Piquétől, most hiányozhat a védelemből Dani Alves. Busquets egyből visszazárt Puyol mellé, meg volt a négy védő. Iniesta csúszik el, és nincs les. Özil, de van les, hogy valami van legalábbis. Igen, les az. Picit azért kibillentették Iniestát az egyensúlyából, de szabad rugás hátulról járt, les volt. Fabregas, Pedro elől Carvalho. Messi. Xavi. Ugye 2016-ig hosszabbított Xavi. És akár csúcsot is állíthat majd ez idő alatt fel. Az El Clásicókon való szereplés tekintetében. Ugye Gento 42 meccsen játszott. Neki pedig ez a 34. Busquets. Xavi. Iniesta. Ez nem volt jó, Özil fordul, Iniesta egy picit megrángatta, Özil próbálja meg az egyetlen lehetséges utat, nem találta meg. Jordi Alba mellett szerette volna meghúzni a másik irányba, ugyanis három darab gránátvörös helyezkedett, és itt van még egyszer, ez valóban les, nem lehet rajta vitatkozni. Xavi, nem sikerült a labda átvétel, Xavi Alonso, Benzema, Pinto fölött, át egy Ronaldónak is magas, Callejon,
Igen, annyival kellett volna magasabbnak lennie Cristiano Ronaldónak, nagyon jól mutatta. Ezt egy jelentős méretű turbánnal elérte volna, csak nem tudni, hogy azzal hogyan irányította volna a labdát. Még estében nagyon jó paszt adott Xabi Alonso. Busquets, Messi. Na most akkor fut. Iniesta. Lőni nem lehet. Carvalho szabálytalan. Na ez pedig nagy lehetőség Lionel Messinek. Nem kellett sok Iniestának, de hozzáért a védő, ez kétségtelen. Ott van Xavi is, és ott van természetesen Lionel Messi. Xavi a jobb lábát kínálhatja fel a labdának, Messi pedig a balt. Jordi Albának is van ötlete. 21. perc. Egy szabadrugás most a Real kapuja előtt. Klos Gomez kiméri a pontos helyét a sorfalnak. Tehát még nem a labdától indult. Erre kell a szemmérték. Xavi! Micsoda kapufa! Talán mindenki Messire számított, de átadta ezúttal a lehetőséget. Iniesta, Messi, Xavi. Az nem jó. Arbeloa, Puyol el is csúszott. És most mehet a kontra. Callejon. Ronaldo beindul, a labda nem jó. Na nézzük még egyszer, a sorfal fölött el a labda, Diego López egyébként a lehető legjobban vetődött, más kérdés, hogyha kicsit jön lejjebb a labda, lehet, hogy nem éri el, de hát oda ment, ahova ment. Busquets, Callejon hozzáér, és Busquetset szerinte nem találta el, Busquets szerint eltalálta. Mind a kettőjük aspektusa érthető. Igen, hát ez elérte. És tudjuk, hogy Busquets azért bizonyos esetekben sérülékeny. Nagy vetődés és nagy felső léc. Khedira. Kezéhez érhetett a labda. Real Madridnak egyébként ebben a szezonban egyáltalán nincs szerencséje a játékvezetőkkel, meg saját magával tehetjük hozzá. Ez tényleg kéz. 2013-ban 7 darab mérkőzésen kapott a csapat 5 darab piros lapot. Nem akármilyen mutató. Xavi. De hát azért sok durvaság általában annak a jele, hogy egy csapatnál és a játékosoknál nincs minden rendben. Fabregas finoman Pedro elé, Varane! Volt türelme megvárni Diego Lopezt. Legtöbb védő elrúgta volna, amerre áll. Eltelt az első félidő fele. Na még egyszer. Lézerrel próbálták egyébként Xavit gyógyítani, és majdnem bejött. Lehet, hogyha még egy pici zöld fény vetű rá, akkor be is csavarja. Essien. Ronaldo fut, de honnan? Pinto. Ronaldo bent tartotta, csak egy saját magát nem, őt a nézők próbálták meg. Félelmetes sprinter is Cristiano Ronaldo, többször bizonyította már. Khedira. Carvalho, hoppá, az nagy hiba, Fabregas, üres a kapu, Xavi, Xavi és Varane, micsoda mentés! Na de mit csinált előtte Carvalho? Diego López több embert is szíthat, elsősorban Carvalhót, hát ez nagyon finom, annyira finom, hogy nem illik ide.
Messi most már. Dani Alves. Carvalho. Dani Alves nagyon szépen vette át, ez is jó még Messinek, Dani Alves pedig beindul. Ott van Xavi is. 25. perc. Dani Alves. Xavi. Ronaldo nem lépett beljebb védekezni, ott marad a vonal mellett. Így azért némi létszám fölény alakult ki a középső területen átmenetileg. Messi. Benzema is egészen hátul most. Itt Benzema Ronaldo elé. Ezt nem lehet befutni. Pinto. Piqué. Így néz ki fölülről. Láthattuk, hogy gyakorlatilag 6, sőt valamikor 7 játékos is szinte egy vonalban a Barca futbalisták közül a középpályán. Egyszerűen nem tudja az ellenfél, hogy hova érkezhet a következő átadás, és kiindul el. Messi, Fabregas, les volt, bizony. Megint jókor lépett ki, kiváló kvalitásokkal rendelkezik, ezt meccsről meccsre bizonyítja, amikor ott van a pályán. Lehet, hogy még a kellő rutinja nincs meg, de hát azt hiszem, hogy ezt nem fogják ezután a meccs után a szemére vetni, legalábbis az eddigiek alapján, mert itt a Barcelonát megfosztotta egy góltól. Pinto. Puyol. Ugye a legtöbb csapatnak, főleg akkor, hogyha nem áll teljesen hátra, mint hogy a Real azért egyszer-egyszer valóban nincsen egészen a saját alapvonalánál, más eszköze nem lehet a mélységi passzokkal szemben, csak esetleg lesre állítás, és 3 ilyen lest már láttunk a Madrid kapuja előtt. Persze ebben nagyon könnyű véteni, főleg az ellenfél ennyire jól indul be. Xabi Alonso. Callejon, Benzemának teheti, Benzema felpörgeti, gól! Nem gól! Rezdült a háló, de alig, hanem kívülről, mert belülről nem. De most egy nagy lehetőség a túloldalon. Gyönyörű passz volt Xabi Alonsótól és Callejontól is, felpörgeti Benzema, és igen, kívülről éri a hálót a labda. Csak a halászhálónál van, úgyhogy mindegy, hogy melyik oldalról úszik bele a hal. Mindenképp megvan, gólnál nincs ilyen. Újabb eladott labda a Barcelonától. És ugye vannak olyan szakaszai eddig a mérkőzésnek, amikor úgy tűnik, hogy ez a része a játéknak akadozik a Barcánál. Jordi Alba. Amikor a Madrid vissza tud támadni, úgyhogy elszívja a védők és a középpályások egy része elől a levegőt, akkor egyben a labdát is beszippantja. Xavi. Piquét támadják 3-an. Busquets. Megint megvan a Madridnak a labda. Ronaldo. Egy nagy mentés. Dani Alves-től. Callejon. Benzema. Ronaldo kéri a túlparton. Busquets. Ez ilyen csavar. Fabregas, ő sem nézte, hogy hova teszi. Carvalho. Xabi Alonso. Az nem jó. Jordi Alba. Ő is elrontja. Ez ilyen is ezt teszi. Sok a technikai hiba most. Busquets. És ilyenkor jöhet már a labdajáratás. El is indulnak a fehérmezesek szép lassan hátra. Ez hosszú Dani Alvesnek. Carvalho minden esetre megy, és Dani Alves is. A pedálok közül most nem találta a féket. Itt van még egyszer Benzema kísérlet, hát ezt Pinto nem védhette volna. Jobb felső sarok irányába indult a labda.
egy picit mellé. Kedirát teszi le nagyon szépen. Callejón beindul, nagyszerű a passz, Callejón rosszul veszi át. Gyakorlatilag jobban átvette ballal, meg elrúgta maga elől. Hatalmas átadás volt Özil-től. Fabregas. És most már azért mind a két oldalon megvannak a helyzetek, élvezetes a meccs, de gól nincs. Kedira. Iniesta, Busquets, Xavi vissza, Messi, Pedro, úgy nem volt les, hogy másért hozza a másik csapatból, Essien, Messi nagyot esik, szabadrugás ezúttal nem járt, Callejón, ő egyelőre eléggé kuszán futballozik, itt van még egyszer, hát Essien használta a testi erejét, elég keményen belépett, akár le is fújhatta volna a játékvezető. És akkor egy újabb szabadrugás nagyon jó helyről. Xavi. Dani Alves. Ez eléggé úgy tűnt, hogy műesés volt. Cristiano Ronaldo egyből mutatta is. A Barcelona játékosok lapot szeretnének. Jönnek a fehérmezesek felelősségre vonni Dani Alvest. Cristiano Ronaldo itt hozzáér Dani Alveshez. Nézzük meg innen. Igen, innen lehet látni, hogy a bal lábával csak belerúgott a tért hajlatba. Ez itt vál volt. Ez ilyen gyakorlatilag csupa vál. Mintha nem négy lábú, hanem négy kezű lenne. 32. perc. Messi helyezgeti a labdát. És hát azért így megnézve, akár sárgát is kaphatott volna Cristiano Ronaldo. Ami említettem a meccs elején, hogy nagyon súlyos következményekkel járt volna a Real számára. Jordi Roura. Xavi innen kapura nem lőheti. Jobbal inkább becsavarni lehet egy esetleges fejelési esély reményében. Ballal viszont akár kapura is lehet tűzni. És Messinek van egy egészen kiváló ballába. Messi! Ez most nem volt annyira jó. Nem csapódott lefelé a labda, tegyük hozzá, hogy ráadásul eléggé lassú is volt ezúttal. Diego López odaért volna. Fabregas, Jordi Alba, Fabregas, Puyol, Busquets, Dani Alves, ők most már nem szeretik itt. Eddig sem volt Madridban valószínűleg rajongó tábora. Kedira. Iniesta. Busquets, Messi. Elkésett Arbeloa kissé. Özil. Három ember között. Ott nem lehetett elvinni. Busquets megint lapot reklamált az ellenfélnek. Gyakorlatilag egyfolytában felemelve tartja a jobb karját, és lapmutatást imitálva rázza Busquets. És milyen nehéz lehet így futni. Pedro. Jordi Alba, Busquets, Piqué. Messi. Gyorsítana, nincs labda hozzá. Arbeloa. Xabi Alonso. Özil. Essien megy. Meddig megy?
szögletre jutott, és azt hiszem ez számára most elég. Nem volt túlzottan kecsegtető a helyzete. Na, nézzük még egyszer Özilt. Busquets elrúgta a labdát. 35. perc. Pinto jön. Pikével ütközött egyet közben. Benzema valahogy megtartotta. Varane teszi átra. Callejón, Özil. Les pedig nincs. Magány volt egy darabig, de elmúlt. Essien, Özil. Xabi Alonso. Iniesta beszorította erre az oldalra. Essien, az nagyon szép. Callejón középre teheti, ott a labda, és megáll a labda, Piqué. Izgalmas jelenet, Varane. Diego López. Ugye rosszul találta, ez zavarba jött attól, hogy rárontott Pedro. És most körül kell nézni Pinto környékén. Nem kizárt, hogy ütközött valakivel, mert voltak ott néhányan a kis téglalapon belül. Na nézzük, ez nem Les, ott látjuk Dani Alves középen, egy picit hátrébb, mint a többi barcavédőt. És utána Dani Alves az, aki a végtelenből megérkezik pont időben itt. Ez egy óriási becsúszás, és óriási fájdalmat jelentő becsúszás is egyben, mert Pintót telibe talpalta. Ő ide kegyetlen helyen. Pinto kellemes éjszakájáért most sokat nem adnánk. Viszonylag rendben van. Callejón ezt most egészen jól tette középre. Picit mélyebb, akkor valószínűleg Dani Alves már nem éri el. És vagy Benzemának, vagy Cristiano Ronaldónak mindenképp jó lett volna. Szédületes mentés. És ott meg látjuk, hogy még Dani Alves karjához is hozzáér a labda. Tehát szerintem fölösleges arról beszélni, hogy 11-est adhatott-e a játékvezető, mert erre nem lehet. Természetes kéztartás, nem kereste a kéz a labdát. Egyszerűen találkoztak. Vannak ilyen véletlen összejövetelek. Özil. Essien. Pinto. Xavi. Piqué. Dani Alves, Xavi. Xabi Alonso jön, és megint megszerzi a labdát a Real, még az ellenfél tér felén. Callejón. A labdát nem talált a két Barcelona védő, de valószínűleg Callejón sem. Aki olyan nehéz helyzetbe sodorta magát, hogy kénytelen volt esni. Pedro. Még megvan, csak pókká kellett változni. Messi. Messi, Essien. És megjátsza Ronaldo. Nem volt kéz. Az indítás pedig ragyogó. Özil. Megy Benzema is. Özil. Na, ki jön még ott? Callejón. És aztán Pinto. Dani Alves blokkolt megint. Cristiano Ronaldo. Iniesta gyűrte meg. Khedira. Xabi Alonso és Khedira. Ronaldo. Ronaldo El Clasicókon már 4 gólpaszt kapott Özil-től. Most megpróbált valamit törleszteni. Nagyon szép kontra volt. Varane. Callejón. A Real támadói is kiszámíthatatlanul változtatják a helyüket. Khedira engedi el, Piqué. Callejón hol a bal oldalon, hol középen, hol a jobb szélen. Ugyanígy Ronaldo és Özil. Hoppá, futóverseny. Varane legyőzte Messit.
és még meg is játsza. Essien. Les nem volt, Kedira vétette el a labda átvételt. Hű, de jó kis meccs. Helyzetek itt, helyzetek ott. Látványos támadások. És hát persze rafinált esések és az olykor alattomos szabálytalanságok sem hiányoznak, de azt hiszem, hogy nem ezek dominálnak, és ennek nagyon örülhetünk. És hát elnézést a Barcelona szimpatizásoktól, de azt gondolom, hogy ezúttal a Reált kell ezért a játékért megsüvegelni, mert a Barcelonától ez szinte elvárható. Sokan viszont úgy gondolták, hogy ennyire sok sérülttel, hiányzóval a Real nem lesz képes komoly ellenállást tanúsítani. De képes eddig. Iniesta. Xavi. Ez még jó Dani Alvesnek. Xavi. Dani Alves. Carvalho elrontotta igazából. Arbeloától ugyan elpattant a labda. De Carvalhónak nem így kellett volna megoldania. Dani Alves. Hoppá! Arbeloa és Dani Alves, meg Xavi Alonso is, és természetesen Busquets. A középpálya őre és rendőre. Ez nem kell a továbbiakban, jelzi Klos Gomez, miközben kiszúrja Puyol szemét. Még szerencsé, hogy eltakarta a haja. Igen, itt nem volt könnyű Dani Alvesnek lenni. Xabi Alonso is utána rugott. Jordi Alba. De Dani Alves pedig nem nagyon bír az idegeivel. Callejon. Szabad rúgás. Sőt, lap is. Alig, hanem a reakció miatt. A szabálytalanság nem volt olyan súlyos. Mourinho formált véleményt a játékvezetőről, olyat, ami hogyha bekerült volna a játékvezetői jelentésbe is, mint szakvélemény, akkor valószínűleg Klos Gomez rosszul érezte volna magát, de hát itt csak a tréner mondta, nem a játékvezető ellenőr. Jordi Alba, Iniesta, Messi. Jordi Alba és Messi. Jordi Alba száguldozik. Varane. Ő pedig néhányat lép, és rögtön ott van. Ragyogóan játszik. Itt egy Mourinho-féle reakció. Ez a sárgánál történt. És utána nyugtatta a játékosokat Mourinho. Szép tőle. Ő maga is lecsillapodott a jelek szerint. Xabi Alonso még el tudja rugni, Puyol. Puyol. Xavi. Dani Alves viszonylag tisztán. Csak hogy ott nincs senki. Özil. Essien. Özil ragyogó labda kihozatal. Kedira engedte kicsit messzire a labdát. Ricardo Carvalho. A Chelsea-nél láttunk veszélyes felfutásokat tőle, de hát az az idő már elmúlt, úgyhogy el is indult visszafelé. Xavi. Pedro. Callejon most ott védekezik. Arbeloa és Pedro. Arbeloa módszere eddig, hogy tapad az ellenfélre, és nem hagyja megfordulni, működik. De van, amikor csak szabálytalan eszközökkel. Ez most szabályos volt. Pedro Lesen. Vagy nem.
Carvalho húzta magával a lesvonalat. És Pedro azt nem lépte át. Ez most tévedés az asszisztenstől. Diego López. Piqué. Ugye nem meglepő, hogy a magas labdák jelentős részével Ronaldót keresik. Az nem jó Ronaldótól most. És ilyenkor Piqué az, aki kilép jobbra. Mert ugye általában ott van Cristiano Ronaldo azért, és megpróbálja elfejelni a labdát. Könnyen elképzelhető, hogy a levegőben Cristiano Ronaldo megverné Dani Alvest. Pinto. Piqué. Dani Alves, Xabi Alonso. Az még jó. Busquets elhibázta, Cristiano Ronaldo, Özil, Ronaldónak vissza, Piqué! Talán Özil is nézhetett volna a kapu irányába. Iniesta, Arbeloa elkódorgott, Kedira szabálytalankodik, érezte, hogy valamit tenni kell, mert a jobb szélen Dani Alves egyedül futhatott volna. Itt van Arbeloa, látjuk középen. Fabregas. Iniesta, Fabregas. Busquets. Piqué. Egy perc a ráadás. És hát szerintem jó példát láttunk arra, hogy lehet egy fél idő 0-0, de attól még ragyogó. Van még 10 másodperc. Xavi, Fabregas, Messi tolta kijebb, Essien. Na ennyi volt. Ez az ennyi, ez 46 perc és rengeteg lehetőség. Néhány egészen látványos támadás, egy sárga lap Callejónnak, ami miatt most éppen a Real 21-ese méltatlankodik. És hát valóban egy olyan futball, amelyre mind a két együttes büszke lehet, még egyszer mondom, talán egy picit inkább a Real Madrid, amely egyelőre nagyon-nagyon jól pótolja a hiányzókat. Meglátjuk, hogy mit hoz a második félidő. És jönnek a csapatok is. 0-0-ra áll tehát a Real és a Barca. 2012-ben 2-2 győzelmet arattak a csapatok egymás ellen, és 2 döntetlen született. Abszolút kiegyenlített mérleg, és erre mondta azt Benzema, hogy évről évre jobb a Real a Barca elleni meccseken, és azt látjuk, hogy Mourinho valóban ráérzett most már a megfelelő stratégiára. Más kérdés, hogy meg tudja valósítani majd a csapat, de ezek a visszatámadások egyből és utána megfelelő időben történő visszazárás, ez mindenképpen ennek a stratégiának a részét képezés, eddig azért megfelelően működött is. De hát tudjuk, hogy a Barcelona lényegesen jobb játékra is képes, mint amit az első félidőben mutatott. Kérdés, hogy most is láthatunk-e majd valami hasonlót. Puyol. Piqué és Puyol. Jordi Alba Iniesta-nak. Xavi, Messi, Xavi, Carvalho megelőzte Fabregast, Messi nagyon szépen tette le egyből Iniesta-nak. Iniesta, Xavi, Messi, Xavi. Busquets. Most Iniesta lépett egy picit vissza. Messi, több mint egy perccel kezdődött a második félidő, még Real játékos nem ért a labdához. Piqué. Busquets. Iniesta, Essien jött keményen, és ez tovább engedi a játékvezető, mert a kontra, Benzema. Ronaldo vissza Benzemának, szép, Benzema a lövőcsel is, jó, Benzema! Gyakorlatilag most azért kaptunk egy képet a két csapat stílusa közti különbségről.
Barca járatta a labdát, kereste a rést, tehát most nem találta meg. Madrid viszont néhány húzásból helyzetig jutott. Ezt nem állítom, hogy az a jellemző, hogy a Barca nem alakít ki helyzetet, a Real pedig igen, hanem inkább a passzok száma az, ami mérvadó különbséget jelent. Busquetsért hozzá Fabregas, Callejón, Jordi Alba. Hosszan tolta meg, csak így tudta bent tartani, megint visszaszerzi a Real. Varane. Diego López. Tizenegy éve minden El Clásicón Casillas védte egyébként a Real kapuját. Úgyhogy nagyon hosszú sorozat szakad meg azzal, hogy most Diego López áll a háló előtt. Iniesta még, Messi. Iniestához kerül, ez is lepattan, most Xavi tovább, Fabregas. Még tovább akarták játszani. Callejón. Özil. Még elérte. Busquets. Puyol. Benzema zárta ki a Pikének adott passz lehetőségét a helyezkedésével. Piqué. Xavi, Messi, Pedro és Dani Alves, Piquéig hátra, nagyon sokat birtokolja a labdát a Barcelona, de hát a mérkőzés kivonatát nézzük és a helyzeteket, akkor nincs nagy differencia. Arbeloa, Diego López, Callejón, Özil felé, Busquets megint jókor és jó helyen, Iniesta, Busquets, Puyol, Piqué. Xavi, Messi, Jordi Alba indul be, Callejón rendszeresen visszazár vele, Fabregas, gól! Vezet a Barcelona! Callejón megszerezte a labdát, de átmenetileg. Fabregas pedig a kapuba talál. Katalán előny. És most a Barcelona visszatámadása érvényesült. Diego López abszolút tehetetlen volt. Na nézzük meg még egyszer. Itt Callejón rossz helyre rúgja. Messi pedig egyből teszi le Fabregasnak. Nincs appelláta. Óriási lehetőségből. Egy nagyon pontos gól, és pont Callejón, aki mentett, lehet, hogy jobban járt volna, ha Jordi Albának engedi a labdát. Mert ő volt az, aki megakadályozta a leshelyzet kialakulását. Mélyen bent a többiek mögött. Katalán gól a Bernabeu-ban. Innentől kezdve pedig a Realnak még inkább csípkednie kell magát. Hozzáteszem, hogy érzésem szerint már eddig is véressé vált néhány felület a játékosok testén a csípkedéstől. A motivációval, az akarattal nem volt gond. De hát ennél is több kell a Barcelona ellen. Jordi Alba. Nem marad a földön. Komoly-e a baj, lehet, hogy Essien rálépett. Na, innen látjuk majd. Bizony, eltalálta a vádliát. Ez nem volt igazán szép, sőt azt mondanám, hogy csúnya volt, erre lapot kellett volna adnia a játékvezetőnek. Nem a labdára irányult a mozdulat, hanem Jordi Alba vádliára. Ilyeténképpen mondhatjuk, hogy célt ért.
ott a nyoma is. És még egyszer Callejón tisztázása, a tiszta kosz lett minden. Egyből teszi le Messi, és azért ez egy egészen fenomenális megoldás. Fabregas pedig betalál. A második félidőben is kihagyott egy nagy helyzetet pont Benzema, és a Real erre ráfizetett. A Barcelona ellen azért az a csapat, amely nem él a kínálkozó lehetőségekkel, az általában hátrányba kerül előbb vagy utóbb. Egyébként majdnem az összes csapat hátrányba kerül előbb vagy utóbb, legtöbb előbb. Xavi. Busquets. Piqué. Xavi. Pedro. Dani Alves. És Piqué. És innentől kezdve a labdajáratás nem pusztán unaloműző, semmiképp, hanem idegölő a Real számára. Messi irányába a passz. Piqué, Khedira, Cristiano Ronaldo. Nem volt jó az átadás, Fabregas, és ráadásul pont Xabi Alonso mellett vitte el, aki a középpályán leginkább szűrni képes, de így sem lett belőle semmi. Diego López. Özil hátra. Essien. Xabi Alonso. Callejón. Tegyük hozzá, hogy amit tanítanak, az az, hogy középre nem szabad rúgni a labdát, amikor az ember tisztázni készül, vagy éppen azt teszi. És a Callejón ennek az elvárásnak nem felelt meg. Cristiano Ronaldo gyorsíthat, ott van mellette Dani Alves is, Khedira, Callejón is megy. Picit lassú az átadás. Khedira. Akinek 2013-ban már van kettő találata, 2012-ben összesen jutott háromig. Xavi, Pedro, Fabregas, Messi. Fabregas, Pedro. Ebben a szezonban a Real Madrid a Bernabeu-ban még nem szenvedett vereséget. 14 győzelem és 3 döntetlen a mérleg. Fabregas, Arbeloa és Carvalho közös erővel. Callejón. Benzema gyorsaságában bízik. Puyol. Az ilyen hosszú indításoknál persze nincs meg a középpályán az, aki visszaszerezhetné a labdát. Fabregas nagyon nagy becsúszás Varántól. És megint egy gyors indítás mélységben, de ezúttal ott van Varán. Fantasztikus becsúszás. Busquets. Busquets minden esetben reklamál, és már előre gyakorlatilag. Xabi Alonso. Ronaldo rosszul. Messi pedig lesen. Megint Varán volt az az ember, akinek ki kellett lépnie. Jordi Roura szerint ez most nem volt les, és igaza van. Ezzel mehetett volna Messi. Nem sokon múlott, de ez nagy játékvezetői vagy asszisztensi tévedés, mert gólhelyzetet akadályozott meg a zászló. Alonso, Essien. És ott látjuk, hogy a Real rákényszerül arra, hogy még agresszívebben támadja le az ellenfelet, még feljebb tolja a védekezését, és ebben bizony benne van egy-egy gyors meglógás
Messitől, Pedrótól vagy Fabregástól. Özil. Íme még egyszer. Innen nem látjuk jobban, innen igen, ez nem lesz. Jordi Roura a mutató ujját lengette, és nem a zászlót, egész mást jelent. Ez pedig a fantasztikus becsúszás Varántól. Valóban oszlopa a védelemnek, itt pedig Özil szédületes labda levétele. A passz már rossz volt. Modric jelentkezik játékra. Callejón jöhet majd le. Úgy tűnik, hogy az elektronika felmondta a szolgálatot. Van másik tábla. Íme Modric. Callejónnak voltak helyzetei, és benne volt a Barcelona góljában. Modric, Jordi Alba, Essien, megállt parancsolt. És ez valóban parancs volt, még a testbeszéddel is. Modric, az rossz indítás. Modric egyelőre finoman szólva nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. De minden gyökeresen megváltozhatna akkor, hogyha most maradandót alkotna. Piqué. Pinto. Puyol. Pinto, Piqué, Dani Alves, szerencséje van a Barcelonának, visszapattant Piquéhez. Carvalho, Dani Alves, szabadrúgás lesz. Hú, de csúnyákat mond Dani Alves. Xabi Alonso azért mint egy picit utazna is rá, nem először rúgja meg úgy, hogy semmi esélye arra, hogy a labdát elérje. Pinto. Xabi Alonso tovább, ez lesz lenne. Inkább vissza is lépett Benzema. Kedira, Xabi Alonso, Modric fordulhat, Busquets lemaradt egy picit. Özil. Özil. Na, passz a vége. Ronaldo a jobb lába felé, Modric, mi lesz ebből? Essien, ő még beadhatja, meg is teszi, Piqué, Ronaldo kihagyja! Piqué mellé bólintott a labdának, innen majd látni fogjuk. Jön Essien, beadása, Ronaldo nincs lesen, ez még nem volt kéz, Puyol egyből reklamált. Fejelt Ronaldo, de nem találta el a kaput. Ugye eleve Piqué volt, aki miatt ez nem volt les. És aztán hibázott, de megúszta a Barcelona. Most átélhette azt Ronaldo, amit a labda oly sokszor a lövései után, hogy milyen a gólvonalon túl lenni. Hát annak, aki túl kerül, nem jelent örömöt, de aki bejuttatja. Így most a labda volt boldog. Özil. Jordi Alba Xavinak. Messi kapja. Messi, Carvalho, már van egy sárgája, ezt tudta Varán, megint jól. Benzema. Özil Ronaldohoz. Ronaldo, Dani Alves. Jordi Alba, Iniesta, Xavi, és látjuk, hogy gyakorlatilag a felező vonalnál a leghátsó emberek gyakran a Reálnál, és ez egy ilyen csapat ellen, mint a Barcelona, roppant veszélyes. Messinek sokkal könnyebb lesz majd a második félidőben megindulnia, ha minden így marad. Carvalho most megakasztotta.
De ebben is óriási a rizikó, így hogy a portugálnak már van egy sárga kártyája. Higuain jöhet majd. Egyelőre Fabregas. Dani Alves. Bent tartotta. Fel is nézhet rendesen. Jó védekezés. Özil rosszul. Iniesta. Jordi Alba. Iniesta gyönyörű váltás volt. Iniesta, Messinek nem lehetett, Dani Alves! Diego López! Dani Alves az előző év kupa küzdelmeiben nagyjából erről a helyről lőtt egy irtózatos nagy gólt a Real ellen. Igaz, a Camp Nou-ban. Ez most középre ment. Benzema le, Higuain be. Morátának írják, de hát nem lehet minket megtéveszteni. Dani Alves, Xabi Alonsót küldte el. Nemes bosszú volt a néhány csomag után. Busquets, Puyol és Piqué. Ronaldo, Xabi Alonso, Dani Alves-szel találkozik. Most már túl vannak az 51. randin. Nem állítom, hogy nem emlékezett az 50-nél az első 49-re valamelyikük. Busquets nagyon szépen. Piqué, Xavi, Puyol. Jordi Alba. Iniesta. Modric nagyon rosszul fordult. Iniesta megint a szép váltás. A helyzeti előnyből könnyen leadott a Barcelona, Iniesta inkább visszatette a labdát. Dani Alves. Fabregas, Pedro és Xavi. Most aztán elkezdődött a tiki-taka. És a Real játékosok szinte csak óra ketyegést hallanak. Megy az idő, és működik a Barca gépezete. Pinto ki, Piqué, Xavi. Fabregas, Pedro megint lesen, most már nem. Pedro egy kicsit halovány, alig-alig látni. Arbeloa mutatja a labdát, hiába szabálytalan volt. Igen, hát kisgyereknél elismerésre méltó lenne, hogy felismerte a labdát, de nagyon kicsinél el nem érte. Alexis Sánchez, melegítő mozdulatok. Kedira gyötörte, de jó a passz Dani Alvesnek. Dani Alves, Fabregas engedi el, Essien. Ronaldo, ezek szerint nem volt kint. Kedira elé, ez jó, Özil megy a szélen. Özil, bent ketten is, Ronaldo jön, Ronaldo! És mekkora becsúszás Piquétől! Ronaldót is eltalálta, és az ő könyöke is megfájdult. Megint egy kontra, de megint valahogy kibekkeli a Barcelona. Ez gyönyörű átadás, és jön egyből befelé a labda, Piqué pedig egészen messziről nagyon pontosan csúszik. Hát ez is egy zseniális védő teljesítmény volt.
67. perc. Özil szöglete. Egymást zavarta két madridi játékos, Varane és Cristiano Ronaldo. Carvalho hiába bízott abban, hogy valamelyik madridit Barcelona játékosnak nézik. Ott találkozott Ronaldo lábával Piqué könyöke, az fájhat. És hát valahogy a Barcelonánál eddig úgy jönnek össze a dolgok a meccsen, hogyha akad is valami fajta fizikai fájdalom, azt a lelki öröm kiegyenlíti. Ugye ott volt például Pinto érzékeny helyen történt sérülése, de akkor meg annak örülhettek, hogy Dani Alves azzal a mozdulattal megmentette csapatát a bekapott góltól. Öngyújtó. Nem hiszem, hogy Piqué könyökéből esett volna ki. Dobálnak. Kedira Varannak. Essien. Kap egy szabadrúgást. Olyan súlyosan nem bántalmazta Iniesta. Ronaldo csúsztat. Arbeloa. Kénytelen ő is előrébb jönni. Kell a gól nagyon a Madridnak. Xabi Alonso. Ronaldo. Essien. Özil a szélen. Özil. Iniesta belenyúl. Essien. Busquets. És Pedro, lehet-e indulni? Így nem. Pedrónak nem nagyon emlékszem jó megoldására. Jordi Alba. Varane. Uha. Ez már a 70. perc. Kedira. Most ő szeretne dobni. Essien érezte, hogy mikor kell odalépni. Jordi Alba egyből visszaszerezte. Piqué. Xavi, óriási átadás. Dani Alves helyzetben. Dani Alves inkább visszagurít. Fabregas! Megint a védelem mögé beívelt labda, ebből a lehetőség, Fabregas teljesen egyedül. Egy picit mögé érkezett a labda, és fel is pattant, nem volt ez egy könnyű helyzet. És utána, mintha meg is csúszott volna még a felső léc tetején. Tehát látjuk, hogy mit jelent a nagyobb rizikó vállalása a Real részéről. Barcelonának lényegesen több a helyzete, és könnyebben alakítja ki azokat. Már az első félidőhöz képest, mert közben azért a Realnak is megvannak a maga gólszerzési esélyei. Iniesta, ezek szerint nem volt les. Minden madridi védő erre számított pedig. Fabregas, Arbeloa Pedroval elég könnyen birkózott meg a levegőben. Ronaldo. Carvalho feljebb lép, Higuain, Modric megy középen, és a túloldal is üres, így van, Özil, Modric, megfordul, és Piqué. Az egyik belső védőt becsapta Modric ezzel a forgolódással, a másikat nem. Pedro elveszik tőle, Ronaldo, Higuain, Ronaldo, ott nem ment senki, Dani Alves eltalálta Ronaldót, és kap egy sárga lapot. Persze Dani Alves rögtön tud egy példát, amikor az ellenfélnek lehetett volna sárga kártyát adni. Oda lépett, és a labda már távol volt. El is találta Ronaldo bokáját.
De nem volt olyan súlyos, mert nem azon támaszkodott. Az oxigén molekulák pedig nem tartották meg olyan keményen, hogy komolyabb baj legyen belőle. 72. perc. Xabi Alonso. És elől van természetesen Ricardo Carvalho és Varane is. Tudnak-e fejelni? Xabi Alonso a hosszú oldal irányába, Ricardo Carvalho is hozzáér, Puyol, Iniesta, Xavi. Most mehetne egy kontra. Fabregas, megy is egy kontra. Pedro, megérkezett a labda. Pedro, hatalmas lehetőség. Pedro! Hát ez kihagyta! Kihagyta! Érzésem szerint egy kicsit túlzottan is közel vitte a kapuhoz, de hát innen is be lehetett volna a hosszúba emelni. Kedira. Jordi Alba, egy kötény Kedirának. Ebben nem szeretett volna felöltözni a német. Xavi. Messi. Messi beindul. Messi még mindig. Messi lövi középre. Ez ilyen. Nem nagyon változtatott Messi irányt, egyszerűen csak futott. És vitte a labdát. Íme még egyszer. Puyol megszerzi a labdát, és onnantól kezdve egy végtelenül egyszerű támadás. Les több okból sem lehetett. Ugye felezővonalon túlról indult Pedro. És hát mondom, olyan helyre cipelte a labdát, ahonnan már nehezebb volt. Xavi, Ronaldo csúsztat, Iniesta, Busquets, és a felszabadítás, amely jó lehet még Özilnek, Jordi Alba mögötte, Fabregas is hátul, és Dani Alves is, a középső védők előre mentek fejelni, ugye, Kedira megjátszható, a túloldal üres, ez viszont Les. Higuain volt, aki végül is kapásból még valahogy kapura tette, de látjuk, hogy a védők mögött tartózkodott, ahogy Ronaldo is. Egyébként ennek az volt az oka, hogy Kedira picit hosszan vette át a labdát, és így később tudta beívelni. Itt pedig még egyszer Pedro, itt már nem kellett volna megtolnia a labdát. Rávitte a kis téglalap sarkára, és szűkítette a saját szögét. Ráadásul Diego López is ezen volt. Varane. Higuain rosszul. Dani Alves. Higuain nem állíthatnánk, hogy ragyogó formában van. De Benzemának sem ment. De Higuain az utolsó három hónapban összesen egy gólt szerzett. Valencia elleni 5-0-án. Az első kontaktusért járt a szabadrúgás. És akkor Pedro helyén Alexis Sánchez. Lehet, hogyha hamarabb jön, akkor most már 2-0 lenne a Barcelonának, mert könnyen elképzelhető, hogy a chilei befejezte volna góllal az iménti támadást. Ez volt Pedro 200. mérkőzése a Barca színeiben. És érkezik Alexis. Puyol. Pinto. Piqué és Pinto. Varane, Essien. Varane. Arbeloa. Szép egyérintőzés. Még ez is jó. Özil, Jordi Alba, Kedira. Most az utóbbi percekben néhányszor ő próbálkozott a hosszú keresztlabdákkal, és nem igazán jöttek össze.
Cabeloa, Xabi Alonso. Özil megy, és a jelek szerint nem volt les. Özil. Higuain. Sok a csel, ezt el kellett volna talán egyből lőni. Messi. Arbeloa tüntet az asszisztensnél. Egyre többször reklamálnak a Real játékosai is, amióta a Barcelona megszerezte a vezetést. Ez azért érezhető. És a Barcelonánál pedig kevesebb a kifogás. Messi. Kedira. Diego López megy, hogy ne legyen belőle szöglet. Nincs. Ez tényleg Messiről ment ki. Messi. Ezúttal Xabi Alonso szerel, és Messi felkapta a vizet. Megérintették az arcát is. Nem csodálom, hogy erre érzékeny. Xabi Alonsoval gondok vannak ezen a találkozón. A viselkedésével amúgy egész jól játszik. Özil a földön, mehet tovább. Kedira. Alexis elveszi. Kedira körülményes volt. Alexis Sánchez. Messi. Ez meg les. Gól nincs. És valóban les. Gírbe-gurba vonalat húztak a védők, de most ez is elég volt. Diego López. Busquets pont Kedirának. Essien. Varane. Modric nagyon rossz paszt kapott, de megmenti. Ronaldo. Ketten vele szembe, Jordi Alba próbálja lefutni, sőt lefutja. Ez magas. Hihetetlen, hogy Ronaldo egy-két lépésből hogy fel tud gyorsulni. Arbeloa is megpaskolta, meg Xabi Alonso is Messit. Xabi Alonso, ott nehéz lesz. Xavi, Messi. Ricardo Carvalhót fekteti el, Varane megint. Szédületes becsúszás ismételten. Carvalho. Kedira. Arbeloa. Puyol. Nagyon jól ment fel. Fabregas. Messi elé. Gyönyörű. Diego López. Már a passz pillanatában elindult. Nem habozott, és ez kellett ahhoz, hogy tisztázni tudjon. Dani Alves. Özilt talált el, és ugye neki is van már lapja. Piqué kezezést látott. Igen, itt volt Carvalhónál. Tehát Messi tovább vitte még a labdát, és majdnem helyzetbe került. Puyol. Na nézzük még egyszer. Carvalho elfekszik. És kiteszi a karját bizony, hogy megállítsa a labdát. Ez nem sikerült. És bizony Carvalhót kiállíthatta volna a játékvezető. Sőt, azt gondolom, hogy meg kellett volna kapni a második sárgáját. Jön a szöglet. Ezt megúszta a Real Madrid. De most már azért elég sok játékos táncol a piros lap szélén. Úgyhogy szinte vágja a lábát. Gól! Pinto hozzáér! Varane, aki eddig is a mezőny egyik legjobbja volt. Felemelkedett. Hát ezen a mérkőzésen eleve magasról indult. És most még egy szinttel feljebb lép. Egyenlít a Real Madrid. 82. perc. Az imént még kiállíthatta volna Carvalhót a játékvezető. Varane mentett utána, és jön a beadás. Varane pedig lendületből érkezik a rövid sarok irányába. Itt lehet majd látni, megindul.
megelőzi Piquet és Fabregast, és nagyon erősen fejel. Igazán jól meghúzta, teljes felső testével megadta a labdának a kellő löketet. Le is pattan, ezt nem lehet hárítani. Hát ha valaki eddig kicsinek látta volna Varant, érzésem szerint ezen a meccsen felnőtt. Puyol. Jordi Alba. Változik a helyzet. Xabi Alonso. Rögtön az indítás, Modric elvette gyakorlatilag Özil elől. Most visszaadja. Özil. Essien. Özil. Piqué mellett középre. És Dani Alves. Erőre kapott a Real ettől a góltól. Khedira. Varane. Khedira. Nagyon rossz passz. Xavi. Iniesta. Fabregas. Messi. Gyorsít. Xabi Alonso megint elég érdekes megoldást választott. Higuaín nem indít, mert Özil le sem volt. Khedira. Özil. Most próbálta erőből belőni a labdát Cristiano Ronaldónak. Iniesta. Xavi. Fabregas. Messi, visszakapná, Modric tartotta fel. Egyébként picit hosszúnak is tűnt az átadás. Ronaldóba Dani Alves belerúgja a labdát, majd reklamál, hogy mit csinálott Ronaldo. Ezt tovább is engedhette volna a bíró. De nem hiszem, hogy ez szóba kerülne holnap a sajtóban. Fabregas. Szerzett egy gólt, és lőtt egy majdnem gólt. Thiago Alcantara érkezik a helyére. Nyolcvanötödik perc. Xavi, Piquet kereste Varant, találta. Iniesta. Essien. Dobás a Barcelonának. Itt van még egyszer, hogy Varant beindul és megelőzi Fabregast és Piquet. Puyol kapott egy sárgát. Nem tudom, hogy ennél az esetnél mit reklamált. Azt hiszem, hogy még Carvalho kezezését tette szóvá. Thiago Iniesta-nak, Essien. Puyol engedi Piquet-nek. Pinto, Higuaín. Puyol jobbnak látta, a felrúgja. Elég volt hátul a passzolgatásból. Diego López. Jordi Alba. Piqué. Barcelonának megvoltak a lehetőségei arra, hogy ezt a mérkőzést megnyerje. 0-1-nél Pedro Zicsere, Fabregas Zicsere. Özil ment, amíg tudott, Jordi Alba.
kiállítását még mindig megnyerheti a Barcelona, csak most már nehezebb. Carvalho, Alexis Sánchez bántotta, előnyszabály. Arbeloa, Ronaldo. Ő is közel járt a gólhoz. Xavi Alonso. Xavi pontosan tudta, hogy hova mehet a labda. Sok választása nem volt Xavi Alonsónak. Messi gyorsít. Aztán észreveszi, hogy nincs hova. Modric. Essien. Piqué. Dani Alves. Puyol. Thiago Alcántara. Iniesta. Busquets. Iniesta. Alexis Sánchez beindul, de Higuain pont úgy lépett Iniesta elé, hogy nem tudott indítani. Xavi. Most már szemmel láthatóan a nagy passz lehetőségét keresi elsősorban Iniesta és Xavi. Hogyan lehetne a védelem mögé belőni a labdát, úgyhogy helyzet legyen belőle. Thiago Alcántara. Ő is remekül passzol. Xavi. Jordi Alba. Jordi Alba! És Diego López, megvolt az esély. Addig tologatták a felező vonalnál a labdát a Barcelona játékosai, amíg valaki indíthatott egy olyan futballistának, aki beindult. És ez nagy védés volt most Diego Lopeztől. Jordi Alba remekül veszi át, Varane pedig ezúttal nem ér oda. 89. perc. Piqué, elég gyenge szöglet volt, kontra nincs, Jordi Alba, Thiago Alcántara, Iniesta. Thiago Alcántara, Busquets. Thiago Alcántara csak belekapni tudott, Xabi Alonso, hát most már neki nagyon jár a lap. Egész mérkőzésen fura dolgokat tesz, most azon kívül, hogy egy picit megpofozgatja Messit, Dani Alvest is osztotta, és hát ez önmagában sárga kártyás. Itt van még egyszer a felpattanó labdát, Jordi Alba teli rüsszel lövi. Eléggé középre ment, ezért volt esélye Diego Lópeznek. Busquets, Modric, Arbeloa, Xabi Alonso egyből visszatette, érezte, hogy ott nem lehet tologatni. Arbeloa a földön, belelépett Alexis Sánchez lábába, hogy eleshessen, és elesetett. Essien, mennyi lesz a ráadás, ez a kérdés. Kedira, Varane, Xabi Alonso és Varane. Ronaldo irányába, Jordi Alba, Puyol, Thiago Alcántara, Dani Alves. Három percet tettek rá. Piqué. Túl sok ápolás nem volt a mérkőzésen. Cserék igen. Puyol. Busquets, Messi, Iniesta. Jordi Alba. Busquets. Real abszolút visszalép. Messi, Ronaldo. Kevesen gondolták volna, hogy ők egyszer összejátszanak, de ez történt. Ronaldo, oj. Bedobás lesz. A Thiago Alcántara nagyon elkésett a becsúszással. Ezt a közeli képen tökéletesen lehetett látni. Azt nem láthattuk, hogy hozzáérte Cristiano Ronaldohoz. Ez biztos, hogy szabálytalan volt, mert akadályozta a futást, még akkor is, hogyha Cristiano Ronaldo felugrott, hogy esetleg ne érje a láb. Szerintem ezúttal tévedett a játékvezető. De nem súlyos, ez sem.
Alexis Sánchez. Messi elveszik tőle. Messi elől azért nagyjából sikerült elszívni a levegőt. Higuain. Busquets mögé a labda Özilnek, de milyen jó labda volt. A szöglet egyelőre elég. Egy beívelésből szerezte a gólját a Real Madrid, és most jöhet még egy a 93. percben. Itt van, hát ez szabálytalan. És hát van olyan játékvezető, aki akár még sárgát is adott volna érte. Na nézzük, a meccs utolsó lehetősége talán. Egy nagy mentés, lesz még egy. Dani Alves. Carvalho jött mögötte. Nem ártott kifejelni. Uha. A pályagondok vonalat húzott Jordi Alba fejére. Özil. Modric. Modric. És aztán még Varán. Modric megint, visszaemeli, nincs les. Özil. Özil lövi el, Puyol. Kedira. Most már letelt a 3 perc, amit beígért a bíró. A labda pedig a Barcelonáé lehet. Nem, most már senkié. Jobban mondva a játékvezetőé lesz. Ennyi volt a mérkőzés, nagyon szórakoztató, rengeteg helyzettel és sok összecsapással, természetesen kétes bírói döntésekkel, gondolok itt például Carvalho kezezésére, de hát talán más eseteket is lehetne sorolni. A vita természetes, azaz El Clásicókkal jár, a visszavágó minden esetre izgalmas lesz, mert a két csapat a Bernabeu-ban 1-1-re végzett. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!